az utak állapotáról egyeztettek, megváltoztak a bútorvásárlási szokások, keresik a vírusölőszprét, tilos gyűlést tartani. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 4-én 18 óra 5 perckor. A tervezett idei karcagi állami közút felújítási programról egyeztetett csütörtökön a Városházán Szepesi Tibor polgármester Kovács Péterrel, a Magyar Közút megyei igazgatójával. Mint Szepesi Tibor elmondta, Karcagon nagyon sok országos hálózatot érintő közút megy keresztül, amely egyfajta átkelőhely, azaz az országos közúthoz ezen keresztül halad a városi forgalom. Karcagon nagyon sok országos hálózatot érintő közút megy keresztül, amely az ő megfogalmazásukban egyfajta átkelőhely. Tehát ami az országos közutakat, az egyik külterületi útat összeköti a másik külterületi úttal, és keresztül halad a városon, ezt hívják ők átkelőhelynek. És nagyon sok ilyen közút érinti gyakorlatilag Karcag belterületét. Többek között itt a mögöttünk látható Kisújszállási út, Deák körút, de ugyanide sorolhatnánk a Madarasi útat, a Püspökladányi útat, a Dózsa-György utat, a Széchenyi sugárútnak nagyobbik részét. Kovács Péter úrral, a Magyar Közút ZRT megyei igazgatójával egyeztettünk a lehetőségeinkről, és természetesen mindazon munkálatokról, amelyek Karcag városát érintik. De ha konkrétumokat kell mondani, akkor természetesen három nagyon fontos része volt a mai megbeszélésünknek. Az egyik természetesen azoknak a fontos csomópontoknak a javítása, amely mindenképpen szükséges. Nem is véletlenül állunk itt a Kisújszállási út, Deák körút sarkán, hiszen ez egy olyan csomópont, ami mindenképpen javításra szorul, de ugyanilyennek mondhatom a Kisújszállási út vasútút, és a vasútút Széchenyi sugárút kereszteződéseket, amelyet nagyon fontos minél hamarabb kijavítani. A másik része az természetesen további lehetőségek, amelyek közül kiemelt jelentősége van a Dózsa-György út lehetőleg minél hamarabbi felújításának, amely én azt gondolom, hogy teljes egészében a teljes pályaszakaszt kell, hogy érintse. A következő a kerékpárutaknak az egyeztetése, hiszen a most épülő kerékpárút egy része a Magyar Közúttal konzorciumban valósul meg a Széchenyi sugárút részen, tehát ott egyfajta előre gondolkodás is kell a kivitelezés kapcsán, hiszen ahhoz minden engedélyt a Magyar Közúttól kell, hogy megkapjunk. És természetesen, ha kerékpárútnál vagyunk, akkor óhatatlan a Karcag-Berekfürdő összekötő kerékpárútnak a mi hamarabbi javítása is. Mint Kovács Péter kérdésünkre elmondta, kollégáival azon vannak, hogy a kulturált közlekedést biztosítani tudják Karcagon. A baleset veszélyes kátyukat már javítják, a tél befejeztével maradandó megoldásként a hidegaszfaltos technológia helyett meleg aszfalttal javítják a tél okozta károkat. Kollégáimmal azon vagyunk, hogy a közlekedés tekintetében a kulturált közlekedést biztosítani tudjuk. Próbáljuk a ütőkártyukat, balesetveszélyes kártyukat itt a tél befejeztével kijavítani, helyreállítani. Maradandó megoldás majd az idő jobbra fordulatával tudunk megvalósítani, amikor is a hidegaszfaltos technológia helyett meleg aszfalttal tudjuk kijavítani a tél okozta károkat. Mindig a főutakról haladunk a mellékutak irányába, és ez a prioritás az, amit igazából szem előtt tartunk, ezt kívánja meg egyébként a országos közutak kezelési szabályzata is, és nyilván a forgalmi igények is ezt indokolják, hiszen ezeken az utakon közlekednek a legtöbben, és úgy haladnak kvázi a alacsonyabb rendű utak irányába a járművezetők. Tisztában vagyunk vele, hogy a kerékpárút állapota nem megfelelő és javításra szorul, így keressük annak a lehetőségét és a forrását, hogy az is felújításra kerüljön a közeljövőben. A 2021-es év bútortrendjeiről, a 3D tervezési lehetőségekről is kérdeztük Csillag Barnabás ügyvezetőt. Az elmúlt egy évben a vásárlói szokások eltolódtak az online térbe, csökkent a bútor üzlet látogatottsága a vírushelyzet miatt. Változtak a kereskedelmi szokások, változtak a vásárlási szokások, ugye itt a vírus miatt az üzletek látogatottsága az jelentős mértékben csökkent. Tehát ugye mi üzletet is üzemeltetünk, offline boltot üzemeltetünk Karcagvárosába, de emellett ugye köztudott, hogy egy internetes áruházat is üzemeltetünk.
Az év első felében ugyanaz a tendencia folytatódott, ami a múlt év végén is. A vásárlók jelentős része az internetre tevődött át. Bejönnek ugyan a záruházba szétnézni, érdeklődni, de az esetek nagy részében a vásárlás, a döntés az otthon születik, és az internetről rendelik meg a terméket. Március-áprilisban, amikor felbukkant ez a vírus és kialakult a vírushelyzet, akkor első körben a home office-os termékeket vásárolták az emberek, apró kiegészítőket, íróasztalokat, forgószékeket, valami kis bútorokat, meg általában azokat a dolgokat, amik a gyerekeknek az otthon maradásához ugye kellett egy kiegészítő szék, egy asztal, egy laptop tartó, tehát ezeket hívjuk így összefoglalva home office-os termékeknek. Ezek a mai időszakra már átalakultak ezek a vásárlási szokások. Úgy mondanám, hogy ezek az apró kis cikkes keresletek eltűntek. Most egy közép termékméret, meg a említett lakástámogatási program következtében az étkező konyha háló került előtérbe, a hálón belül is a gardrob tárolás, ugye a beépített termékek, illetőleg ugye az építkezések miatt, lakásfelújítások miatt a beépíthető konyhabútorok, tehát a beépíthető termékek kerültek előtérbe, pillanatnyilag az érdeklődés fázisába tartanak az emberek, puhatolóznak, körüljárják, kérdéseket tesznek fel, ugye nekünk is tájékozódni kell a támogatási rendszerben, mit lehet vásárolni, milyen terméket lehet, mit nem lehet vásárolni, de határozottan van érdeklődés jelenleg, de ugye hát ez egy hosszú folyamat, tehát ennek hónapok fognak eltelni, és a bútor az a vásárlási lánc végén van. Először felújítanak az emberek, festenek, és majd a végén jönnek vásárolni. Ha megszületett a döntés, személyesen jön a termékért, vagy kiszállítást is kérhet. Két megoldás van, vagy személyesen jön érte a termékért, vagy kiszállítást kér. Ugye döntő részben kiszállítást kér, ugye mondjuk kényelmesek vagyunk, én is kényelmes vagyok, amit házhoz hoznak, azt rendelem meg. Ugye nekünk országos kiszállításunk van, tehát Magyarország bármely településére kiszállítjuk a terméket. Az esetek 99,9%-ában már ingyenesen. Megrendeli ugye a webáruházba terméket, ingyenesen kiszállítjuk, és otthon, vagy a weboldalon kifizeti. Ugye itt a vírus helyzet miatt egyre előtérbe kerül a bankkártyás fizetés, nagyon nagy százalékában a rendeléseknek, hát szerintem elmondhatom, hogy több mint 70%-ában már bankkártyás fizetést alkalmaznak a vásárlók, ez ugye készpénzkímélő, vírusmentes lehetőség, tehát ez én biztatom is az embereket, hogy megbízható áruházakból, megbízható cégektől bátran vásároljanak bankkártyával, mert biztonságos. A döntést a konyha tervezésnél 3D tervező program segíti, így a leendő konyhát előre látja. Azért a mai korban vannak olyan eszközök, amik segítik a döntést, például nekünk a konyha tervezésnél egy 3D-s tervező program áll rendelkezésre, hogyha bejön az illető ide a boltba, vagy nem kell bejönnie, de e-mailen küld egy kérést, egy pár adatot megad, akkor a kollégák egy 3D program segítségével megtervezik ezt a leendő konyhát, tehát már előre látja, hogy így mondjam, hogy mit fog kapni. A 2021-es év trendjei. A magasfényű konyhabútor könnyű, tisztán tartható, szép, esztétikum élmény, elsősorban a fehér frontok, a szürke antracit bézs került előtérbe. A nappali bútoroknál a letisztult formavilágot szeretik a vásárlók. Kedvelik a világos színeket, itt is előtérbe kerülnek a magasfényű frontok. Nappali bútoroknál letisztult formavilágot kedvelik a vásárlók, kedvelik a világos faszíneket, trendi a, ugye egy régebbi a Sonoma tölgy, de ezeknek kezdődik egy új szín skálája, krém Sonoma szín, akkor nagyon kedveltek a különböző sötét színek, a Nero szín, ez egy szürkének egy árnyalata, tehát ilyen szürkés, drappos, ott is előtérbe kerülnek a magasfényű frontok, ugye most már azért elérhető árba vannak a magasfényű termékek is. Régen egy 5-10 évvel ezelőtt azért ez mint újdonság nagyon drága volt. Most már úgy mondom, hogy egy középáros, nem a legolcsóbb, de egy szép középáros termék.
Nagyon fontos még beszélnünk a gardróbról, mint tárolásról. Ugye ez is a lakásfelújítási programnak, mint beépíthető bútor része a gardróbszekrény, és egy kis lakásnak egy fontos eleme, egy jó gardrób, egy hálószobának meghatározó eleme lehet, egy nagyon jól felépített, nagyon jól belső elrendezéssel kialakított, és egy szép esztétikus, mondjuk magas fényű vagy tükrös gardrób. Itt is van olyan tendencia, azt mondja a vásárló, hogy ő nem szeretne tükörajtót, mert ő nem akarja, a feng shui, itt is több irányzat, minden, ebbe bele sem menjünk, mert több irányzat is jön, de mi próbálunk minden igényt kielégíteni, tehát nálunk le lehet egyedileg választani, legyen tükör azon felületen, ne legyen, bútorlapos felület legyen, magas fényű felület legyen, tehát azt mondom, hogy szerteágazó kínálattal várjuk a kedves vásárlókat. A hálószobáknál a gardrób szekrény a keresett. Ez is egyedi tervezés, elosztás a vevő igényei szerint, de a kárpitok mintájától, anyagán át a díszpárnákig, a fekvő és ülő felületekig mindent ki lehet választani a mintegy 4000 féle kínálatból. Több patikában hiány alakult ki egy orszpréből. A vírus okozta influenza-szerű megbetegedések támogató kezelésére ajánlott készítmény. Ez a készítmény, amely a vírusok szaporodásának gátlásán keresztül fejti ki hatását. Van többféle orszpré, ezt mindig ajánljuk, hogy aki jön vásárolni, beszéljük át, hogy mire is való, hogy most ténylegesen csak egy allergiás megbetegedése van, amiatt használja, vagy olyankor használná, ha megy orvosi rendelőbe, vagy fertőződésre hajlamosító helyen tartózkodna, akkor mindenképpen ajánljuk, hogy használjon ezekből a viszkózus orrcseppekből, ami nem csak, hogy viszkózus anyag, de tartalmaz még egyéb növényi összetevőket, amiről pedig bizonyítottan van mikrobiális vagy vírusölő hatása is. Ezek orrsprék csökkentik a vírusterhet az orrban, ami kulcsfontosságú a COVID-19 elleni küzdelemben. Vannak olyan orrsprék, amik valóban influenza vírusok ellen már bizonyítottan hatékonyak. Így valószínűsíthető, hogy a koronavírus ellen is hatékonyak lehetnek, legalábbis a megelőzésben. Mert ezek az orrsprék általában sűrű, viszkózus alapanyagúak, és így képeznek az orrnyálkahártyán belül egy olyan védőréteget, ami megakadályozza a vírus bejutása esetén azt, hogy a mélyebb szövetekbe eljusson, és ugye az történik, hogy ha bejut mélyebb szövetekbe, sejtekbe, akkor szaporodásnak indul, és a vírus szám is nagyban befolyásolja, hogy lesz-e betegség. A kutatások azt mutatják, hogy a COVID-19 elsősorban a felső légutakon keresztül fertőz, illetve terjed. Az orrbeli vírus teher csökkentése révén az orrsprék segítik a SARS-CoV-2 fertőzés súlyosságának mérséklését és terjedésének korlátozását. A karcagi gyógyszerész arra figyelmeztet, a szer használata nem helyettesíti csak a maszk használatát. Keresték. Én azt tudom mondani, hogy most egy kicsit lanyhult a védekezés. Nem használnak olyan módon kézfertőtlenítőt. A szájmaszk használatát is sokan soknak tartják, pedig nagyon fontos a helyes maszk használat, hogy nem csak a szájat takarjuk, hanem igenis az orrot, mert az a bejutás a leggyakoribb, az orron át való bejutás a szervezetbe. A világszerte tomboló járvány okozta válsághelyzetben minden eszközre szükség van ahhoz, hogy eredményesen felvehessük a harcot a vírussal, és ha nem veszünk igénybe minden rendelkezésre álló eszközt, ezzel emberek millióinak életét kockáztatjuk szükségtelenül. Továbbra is fontos a rendszeres kézmosás is. Továbbra is tilos a gyűlés a koronavírus járvány miatt, közölte a rendőrség a polisz.hu honlapon.
A közleményben azt írták, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló rendelet értelmében rendezvényt, gyűlés szervezni, tartani és annak helyszínén tartózkodni tilos. A rendőrség azt kéri, hogy az egészség védelméért mindenki tartsa be a szabályokat. Hangsúlyozzák, hogy rendezvényt, gyűlést szervezni, tartani, annak helyszínén tartózkodni tilos. A résztvevők a csoportosulással saját és mások egészségét veszélyeztethetik, ezért Kis Róbert mindenkit arra kért, hogy tartsa be a védelmi intézkedéseket. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!